Megtelt a híres agórai fiúsági otthon tükörterme a mai napon. Ott rendezték meg ugyanis a Pszichárt 24 művészeti maratont. Az eseményt országosan a Moravcsik Alapítvány most már 13 éve szervezi meg, és ehhez csatlakozott idén Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház pszichiátriai osztálya és járóbeteg szakellátása. Egy anti-stigma program arról szól, és az a lényege, hogy pszichiátriai betegséggel élők és mentálisan egészségesek a mai napon úgy kapcsolódhatnak egymáshoz a művészet csatornáin keresztül, hogy megtapasztalhatják, hogy együtt, egy térben létezhetünk mindenféle előítéletek és prekoncepciók nélkül. Az esemény előzetes regisztrációhoz volt kötve, amelyre igen hamar rengetegen is jelentkeztek. A programra végül több mint 150-en érkeztek. A szervezők elmondták, a felépülési folyamatnak fontos eleme a kreativitás, a művészi alkotóerő kibontakoztatása. Ebben az évben egy rendhagyó, célzottan antistigma programsorozatot szerveztek, melynek során céljuk az, hogy pozitív, közösségi élményt teremtsenek mentális betegséggel élők és hozzátartozóik, valamint az erre nyitott érdeklődők számára együtt, egy helyen, egy időben. Ennek a programsorozatnak az idei harmadik állomása egy nagyon különleges, számunkra is különleges program lesz. Ennek szintén az ifjúsági otthon fog helyszínt adni, november 25-én lesz. Pszichiátriai betegséggel élők és a hozzátartozóik állították össze azokat a gondolatokat, érzéseket, amiket a betegséggel, a betegség megélésével, a gyógyulással kapcsolatban megéltek, és ebből készítettünk egy színpadi művet. A ma kezdődő Pszichiárt 24 órás művészeti maraton a mentális betegek és hozzátartozóik, egészségesek vagy éppen a kórház dolgozói közösen egy helyen alkottak különlegesebbnél különlegesebb műveket. A program kecskeméti szervezője a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház kecskeméti pszichiátriai osztályának és járóbeteg szakellátásának munkatársai és a híres Főnix Madár Közhasznú Egyesület voltak. Az eseménnyel bővebben, kiemelő magazinumban foglalkozunk.